Ismét összeállt a nagy koalíció, a kilakoltatás előtt állók ellen leszavazták a Mi Hazánk mozgalom moratóriumról szóló javaslatát. Mint ismert, több ezer kilakoltatásra is sor fog kerülni novemberig az elkövetkezendő időszakban, míg nem kezdődik meg a téli kilakoltatási moratórium a jelenlegi jogszabályok értelmében. Ennek megelőzése érdekében pedig országgyűlési határozatot nyújtott be a Mi Hazánk mozgalom még április 12-én, hogy a kilakoltatási dömpinget megakadályozzuk, és végre lehetőség legyen a lakhatás fenntartása mellett is rendezni végre Magyarországon is a devizacsalást. Az igazságügyi bizottsági ülésen a tegnapi napon döntöttek határozati javaslatunk társsorozatba vételéről. Azzal kellett szembesülnünk, hogy a nagy koalícióval a Fidesz és a DK együtt nem engedte társsorozatba venni javaslatainkat ismét. Ebből is jól látszik, hogy egyik oldalnak sem áll érdekében valóban az emberek érdekeit figyelembe venni a bankok és a követeléskezelők és a végrehajtók érdekével szemben. Amit pedig a baloldal művel a végrehajtással, az nem más, mint szemfényvesztés, és ez jól példázza azt is, hogy a javaslatunkról megint kivonultak. Elkeseredve, bár nem meglepve tapasztaltuk azt, hogy az egyik fideszes politikus úgy fogalmazott, hogy értelmetlen a határozatunk, mivel ha meghosszabbítanák a kilakoltatási moratóriumot, a követeléskérők és az árverési vevők jogai sérülnének. De nyilván az nem érdekli a tisztelt képviselőt, hogy hogyan és mennyiért sikerült elárverezni ezeket az ingatlanokat. Hogy a piaci árhoz viszonyítva potonáron juthattak ingatlanokhoz, és még sajnáljuk is ezért őket, hogy várniuk kell. Hát nem. Miközben ezzel a kockázattal számolniuk kellett akkor, amikor a licitet megnyomták. Nem a jogaikat kell félteni ezeknek, hanem igenis belátni a rendszer rákfenéjét, és végre felszámolni ezt az igazságtalan rendszert, ami mindvégig az ingatlan maffiának kedvez. A Mi Hazánk mozgalma továbbiakban is kiáll amellett, hogy szükséges lenne a kilakoltatási moratórium mielőbbi bevezetése. Már csak azért is, mert kilakoltatások nagy része még mind a mai napig devizahitelből fakadnak. Ennek érdekében a Mi Hazánk mozgalom a moratórium leteltével is kiáll a bajba jutott adósok mellett, és minél több helyen próbálunk a közeljövőben helyszínen segíteni az adósok számára.